A művészek közül kiemelkedik Hári Gyula, grafikus, aki a korszak egyik legismertebb rajzolója volt. Festőként is tevékenykedett, de grafikusként alkotott igazán kiemelkedőt, nem utolsó sorban ennek a kötetnek köszönhetően. Több mint 400 rajza szerepel a magyar kötetekben. Ő is nagyon sok rajzot készített Erdélytől, Felvidéken keresztül, Budapestig, mindenfelé. Az egyik ilyen az Andrássy út elejét ábrázoló rajza, amelyet a Nemzeti Múzeumtól kaptunk kölcsön. Minden virtuózitás, ami jellemző Hári Gyulára, megfigyelhető ezen a kisméretű rajzon. Egy olyan szögből mutatja a mai Bajcsi Zsilinszky és az Andrássy út kereszteződését, amit ma talán csak egy drónról lehetne megnézni. Mindaz, ami rajta van ezen a képen, az tulajdonképpen egy teljes kis világot jelenít meg. A lóvasúttól kezdve a lámpagyújtogatón keresztül a rendkívül sok sétáló, a frissen ültetett kisfák, amik ugye ma már azért lényegesen nagyobbak, az újépítésű házak, minden apró részlet nagyon-nagyon szépen megjelenik. Fényképet nem alkalmaztak a sokszorosítás során, de a fényképeket igen gyakran használták, ahogy ugye egyre jobban beleszivárgott a életbe a fényképezés, a technikája meg a használata. Valószínűleg ebben a kompozícióban is szerepet játszott, ennek a kompozíciónak a kialakításában is szerepet játszott egy felvétel, mert olyan a kivágat, hogy ez erre utal. A bal oldalon belelóg egy elég nagy ház sarok, aminek lényegében a látképben semmiféle szerepe nincsen. Ugyanakkor nagyon szépen struktúrálja a képet az Andrássy útnak az elvezető vonala, sugara, és nagyon mozgalmassá teszi az a sok alak, aki rajta nyüzsög, és aki kifejezik azt, hogy tulajdonképpen egy nagyon is élő, mozgalmas nagyváros egy pillanat felvételét látjuk.